Az atlétikai világbajnokság megrendezéséhez kérték a beleegyezésünket, kérte a kormány. Mi ebbe ehhez hozzájárultunk, az önök felhatalmazásával természetesen, és egy olyan beruházást kértünk cserébe, amely megújítja a ferencvárosi szakrendelő magát, és még építünk mellé egy másik épületet is, egy 6 emeletes, teljesen felszerelt új szakrendelőt a ferencvárosiak egészségéért. Időről időre beszámolok arról, hogy mi valósul meg ebből a projektből, ami egyébként 2024 elején lesz majd teljesen lezárva. 800 millió forint volt, amelyet első körben kaptunk meg erre az egészségügyi projektre. Ezt a 800 millió forintot a következőkre költöttük. Vásároltunk különböző vadonatúj és a legmodernebbekből való diagnosztikai berendezést, például ezt a vadonatúj ultrahangberendezést, amelyet már használunk. Vásároltunk csontsűrűségmérő berendezést, egy új CT-t, egy digitális mammográfiai berendezést emlőszűréshez. Kialakítottunk egy 30 milliós szerverszobát, ami az egészet, ezeket a nagy teljesítményű gépeket működtetni fogja a szellőzéssel, fűtéssel egyetemben. Lebontottuk azt az épületszárnyat, amelynek a helyére a szakrendelő kerül, és természetesen a terveztetés, tervezés is jó sok pénzbe került, de ez mind-mind belefért 800 millió forintba. A most érkező 2,4 milliárd forintból pedig elkezdjük építeni az új szárnyat, amelyet 2024 elejére, tavaszára fejezünk be várhatóan. Ez egy Philips 70-es ultrahangkép, Affinity 70-es. A régi gépünk az Philips 50-es gép volt, amivel ez többet tud, jobb a képminősége, jobb a felbontása, egyszerűbb a kezelhetősége. Ami még plusz van ezen a gépen, van egy lineáris feje, amelyeknek nagyobb a képfelbontása, 2-től 22 Hz-en keresztül. Ez főleg a pajzsmirigy, a lágyrész és az emlő ultrahangnál használjuk. 2020 elején kezdtünk el dolgozni ezen a beruházáson, aminek talán most jutunk el abba a szakaszába, amikor már kívülről is sok mindent lehet látni. Most, ahol itt vagyunk, ez az áthelyezett szerverterem, ez most az úgynevezett régi épületbe, a Mester 45-47-nek a tetőterébe került. Ezt ki kellett építeni, gyakorlatilag egy új szerver kellett hozzá, be kellett kábelezni, el kellett költöztetni magát az igazgatóságot, és ezt követően kerülhetett sor a Mester 49-nek a bontására, ami már megtörtént. Ezen túlmenően pedig le kellett folytatni az új épületnek a terveztetését, az is egy hosszú folyamat volt. Engedélyezési terv, kiviteli terv, a tervellenőrzés, és jelenleg már a közbeszerzése zajlik a kivitelezésnek, és az építés az maga az 20 hónapot fog igénybe venni, szerződés tervezet szerint, és ezt követően jön még majd egy használatba vételi engedélyezési eljárás, úgyhogy igen, abban bízunk, hogy 2024-ben már a ferencvárosiak járhatnak, igénybe vehetik ezt az új szép épületet is.